Sziasztok, kedves nézőim! Bolygónk felszínéről mára már gyakorlatilag az utolsó felfedezetlen fehérfoltok is eltűntek, és még a legtitokzatosabb helyek is népszerű üdülőhelyé alakultak át. De természetesen, mint mindig, most is találunk kivételt. Ahogy a nap lenyugszik Kauai szigetén, a Kekaha strand felett egy darab szárazföld körvonalai tűnnek fel a horizonton. Hawaii legtöbb lakosa számára ilyenkor adódik az egyetlen lehetőség, hogy megpillanthassa Niihau szigetét. Úgy tűnhet, mintha a turisták számára hozták volna létre a szigetet, de területe tiltott zónának minősül, ahová idegen személy engedély nélkül nem teheti be a lábát. Niihau a Hawaii-szigetek legkisebb lakott szigete, területe kevesebb, mint 180 négyzetkilométer, hossza pedig 25 kilométer. De mielőtt többet mesélnénk róla, látogassunk el egy kis időre Skóciába. Történetünk főszereplője Erzsébet 1800-ban született Skóciában, egy kereskedő családban. 24 évesen férjhez ment Francis Sinclairhez, egy rendkívül tapasztalt hajós kapitányhoz. A kis család hamar növekedésnek indult, és 1841-re már 6 gyermekük született. A Sinclair család úgy döntött, elindul új életet kezdeni Új-Zélandra. Az új országban elhatározták, hogy tanyát építenek, amely hosszú távon állandó jövedelmet biztosít majd számukra. Minden jól alakult, és az új hely is egy valóságos államotthonnak tűnt, de hamarosan tragédia történt. 1846-ban Erzsébet férje és legidősebb fia George eltűntek a tengeren, miközben Wellingtonba hajóztak. Náluk volt a család összes pénze és az éves betakarított termény. Férje és fia eltűnése után Erzsébetnek nem volt könnyű családfővé válnia és 5 gyermeket eltartania egy ismeretlen országban, de nem volt más választása, folytatnia kellett a családi vállalkozást. Ahogy teltek múltak az évek, a gyerekek felnőttek és elkezdtek saját családot alapítani. A megnövekedett, több mint 35 főt számláló Sinclair klánnak egyre több földterületre volt szüksége. Erzsébet egy merész döntést hozott, és úgy döntött, hogy Kanadába költöznek. Miután az összes ingatlanukat eladták, a család egy része útnak indult. Kanadában azonban elégedetlenek voltak a Vancouverben uralkodó zord körülményekkel, és hamarosan úgy döntöttek, hogy a Hawaii-szigeteken, illetve a Sandwich-szigeteken próbálnak szerencsét. 63 évesen Erzsébet 13 családtagjával indult el Hawaii-ra. 1863. szeptember 17-én érkeztek meg Honolulu kikötőjébe. A 300 tonnás hajón többek között hoztak juhokat, tehenet, szénát, gabonát, csirkéket, könyveket és ruhákat. Erzsébet első látásra beleszeretett Hawaii-ba, és úgy döntött, hogy hosszú időre itt telepedik le. Erzsébetnek sikerült megnyernie magának Kamehameha-t, a szigetcsoport akkori uralkodóját. Az uralkodó annyira megkedvelte a hölgyet, hogy felajánlotta, vásároljon tőle több szigetet egyszerre. A tranzakció eredményeként az özvegy 10.000 dollárért megvásárolta Niihau szigetét. A sziget lakói maradhattak, de a kívülállók bejutása korlátozottá vált, csak alkalmanként engedték meg, hogy bevándorlók érkezzenek a munkaerőhiány enyhítésére. A sziget a mai napig a Sinclairek és leszármazottjaik a Robinsonok tulajdonában van. Niihau így már több mint 150 éve a családok birtokában van. A Sinclair család új életet kezdett ezen az egzotikus szigeten. Építettek egy nagy tanyát Niihau nyugati partján. Tisztelettel bántak a helyiekkel és igyekeztek javítani az életkörülményeiken. Rengeteg helyi ember dolgozott a Sinclair farmon. Elégedettek voltak az új állapotokkal, és üdvözölték a sziget új tulajdonosai által hozott változásokat. Az elfoglalást követő legelső évben Erzsébet megértette, hogy miért adták el neki olyan könnyen Niihaut. Amikor Sinclairék először meglátták a szigetet, az búja és zöld volt, és tökéletesnek tűnt egy tanya alapítására. De rövidesen kiderült, hogy Niihau a 28 kilométerre fekvő Kauai-sziget esőárnyékában található, így ide sokkal kevesebb csapadék érkezik. A Niihaui szárazság egykor olyan súlyos volt, hogy a helyieknek évekig el kellett hagyniuk a szigetet, amíg a folyamatos esőzések vissza nem tértek. Nyilvánvalóvá vált, hogy a befektetés nem fog megtérülni, de szerencsére Erzsébetnek még maradt aranya. Az 1870-es években több mint 8000 hektár földet vásárolt Kauain, amelyet a család cukornád ültetvényé alakított. Ez lehetővé tette a túlélést. Átköltöztek Kauai szigetére, ahol egy óceánra néző házat építettek.
ugyanakkor folyamatosan ellenőrzésük alatt tartották Niihau szigetét is. 1893-ban az amerikai kormány beavatkozását követően a Hawaii monarchia megszűnt létezni. Ám Niihau szigete nem nyitotta meg a kapuit az idegenek előtt, habár ekkor már Erzsébet nem volt ott. A Sinclair családnak ugyanis sikerült megakadályoznia, hogy az amerikai kormány belépjen a szigetre, mivel ez magántulajdonnak minősült. 1915-ben Aubrey Robinson, a bátor Erzsébet egyik unokája úgy döntött, hogy nem kommunikál többé a külvilággal. Niihau számít az egyetlen szigetnek a szigetcsoporton belül, ahol megőrizték az eredeti hawaii életmódot. A lakosság főnyelve továbbra is a Hawaii volt. Később Robinson nem engedte, hogy Niihauba bevezessék a telefont, lőfegyvereket hozzanak, az alkohol és a dohány pedig tiltó listára került. A szomszédos szigettel való kommunikációt tüzek segítségével tartották fent. Ma Niihau szigete Kit és Bruce Robinson tulajdona, akik teljes mértékben osztják őseik filozófiáját, és igyekeznek minimalizálni az idegenek számát, mert azok csak bajt okoznának. A sziget mintha egy élő régiséghez hasonlítana, élő példája annak, hogyan néz neki az élet a szigeteken, ha nem avatkozott volna be a modern világ Hawaii belügyeibe. Niihau lakossága a 2010-es népszámláláskor 170 fő volt. A szigetre való bejutás nagyon korlátozott, csak meghívóval lehet belépni, abban az esetben, ha a sziget egy lakója vagy a Robinson család tagja meghívja a vendéget. Nem tilos megtekinteni azonban a tiltott szigeteket búvárkodás közben vagy helikopterezés során a levegőből. Niihau lakosainak többsége halászatból, vadászatból és mezőgazdaságból él. Emellett sokan a közeli szigetekre járnak át dolgozni. A szigeten nincsenek aszfaltozott utak és nincsenek villanyvezetékek. Az áramot napelemek biztosítják. Élelmiszeráruk és ipari cikkek szállítása tengeren, valamint helikopterrel történik. Nincs internet, tévé és rádió sem. Az alkohol és a dohány behozatala tilos. Nincs kórház sem, így a helyieknek át kell kelniük a szomszédos Kauai-szigetre, ha orvoshoz szeretnének menni. Niihau zárvatartása lehetővé teszi a Robinsonok számára az együttműködést az amerikai haditengerészettel, mivel a sziget legmagasabb pontján a Kauai csendes-óceáni kijelölt lőtéren végzett gyakorlatokhoz használt irányító berendezések és egyéb elektronikai felszerelések kaptak helyet. A sziget sok pletykát és legendát szült már. Gonosz nyelvek szerint a sziget zártsága nagy előny biztosít a Robinson családnak. Szinte rabszolgaságban tartják a helyi lakosokat, kihasználva tudatlanságukat és a külvilággal kapcsolatos tájékozatlanságukat. Ennek ellenére csak néhány olyan szigetlakó van, aki a szomszédos szigeteken él és dolgozik. A volt lakók több nyelven is folyékonyan beszélnek, és amikor csak akarják, meglátogathatják szülőföldjüket. A niihauiak ugyanakkor továbbra is törekednek kultúrájuk, szokásaik és nyelvük megőrzésére. Niihau filozófiáját teljes mértékben tükrözik az egyik helyi lakos szavai. Jó ott az élet, nagyon szép ott minden, nincs hiány semmiből. Ha lemész a tengerhez, az egész part a tiéd, és a homokban is csak a te lábnyomod marad. A szigetről mára ennyi. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és írjatok kommenteket. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!